nem csak férfi van, hanem nő ezen a világon, aki az enyém. És ennek a méltósággal megélt boldogsága kéne látszódjon minden mennyasszonyon is, minden nőn, hogy van nékem is társam, akit rendelt az Isten. Az a összetartozási tudat, az a szépség, az a természetesség, amivel két ember ezt meg tudja élni és el tudja fogadni. Ma, 2019. augusztus 3-án örökre összekötitek az életeteket. Nagy elhatározásotok válik valóra. Eddigi életetek legnagyobb döntését hoztátok meg akkor, amikor szerelemmel a szívetekben elhatároztátok, hogy egymással házasságot köttök. Ez a ti megismételhetetlen nagy napotok. És most családtagjaitok, barátaitok, a ti boldogságotoknak lehetnek tanúi, és örülhetnek veletek együtt. Kedves Dóra és kedves Tibor, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez hadd legyen mérce, hadd legyen üzenet, hadd legyen egy örök tanúság arra, hogy hogyan szabad és hogyan érdemes együtt, kéz a kézben, de hiszem, valahol oda hívva és oda remélve az Isten áldó kezét is. Amen. A világnak szinte minden táján az egymást szerető emberek jegygyűrűt, csillogó aranykarikát húznak egymás ujjára. A hűségnek, a szeretetnek, ez szép szimbólumát. Eszterke, kérlek hozd közelebb a gyűrűket. Húzzátok egymás ujjára ti is, mint férj és feleség. Azt kívánom nektek, hogy házas életetek olyan legyen, mint a jegygyűrűtek. Arany és végtelen. Immár házastársként köszöntsétek egymást a hitvesi csókkal. Szeretetnek és a békességnek az Istene áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, adjon béketűrést és bizalmat a megpróbáltatások idején.
áldjon meg e földön testetekben és lelketekben a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.